Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a sportrajongókat. MB2-es bajnoki labdarúgó mérkőzés, Mercantil Bank Liga 10. forduló, és a ZTE vendége a mai nap a budafoki MTE gárdája. Jelen pillanatban olyan nagy távolság nincs a két együttes között, a ZTE a 8. helyen áll jelen pillanatban 14 ponttal, a Budafok pedig a 15. 9 pont, tehát 9 megszerzett pont, tehát 5 bajnoki egység választja el egymástól a két együttest, és nagyon sok jó, illetve ismert labdarúgó van a vendégek keretében. Nézzük gyorsan az összeállításokat. A budafokiak kapujába 28-assal Somogyi Csaba, 3-assal Margitics Andor. Mi Sándort kaptunk keresztnévként, de amit kiedzeteltünk, illetve itt még meg tudtuk nézni interneten, Andor van az adatbankban is. 8-assal Vég Bence, 9-essel Irik Farka Sebestyén, 16-ossal Filkor Attila, 17-essel Harsány István, 20-assal Kercsó Bence, 22-essel Kejsz Kornél, 60-assal Pölöskei Péter, 85-össel Csizmadia Csaba, illetve 91-essel Vaszicsku Gergő a vendégek kezdőjében. A cserékkel természetesen menet közben megismerkedünk majd, a vezetőedző pedig Bruckner László, akit megint csak jól ismerhetnek a labdarúgás szerelmesei, dolgozott itt Zalaegerszegen is, Kaposváron, Ferencvárosnál, tehát még lehetne sorolni. Kiváló szakember. Az egerszegiek kapuját Szappanos Péter őrzi, 4-essel a védelemben a csapatkapitány Forgács András, 7-essel Vernes Rihár, 10-essel Babati Benjamin, 14-essel Nagy Gábor, 22-essel Vég Gábor, 23-essel Polényi Gábor, 24-essel Szabó Marek, 26-ossal Dubek Tomasz, 29-essel Ecker Milán, illetve 88-assal Nagy Tamás a kezdőben, Zorán Spisiak dirigálja az egerszegi együttest. És ami talán egy picit érdekes lehet a mai mérkőzésen, ránéztem a budafokiak weboldalára, annyit írtak a csapattal kapcsolatban, hogy az elmúlt fordulókban azért volt olyan mérkőzés, amin pontokat hullajtottak, és szeretnének Zalaegerszegen javítani. Természetesen csak ezzel a céllal lehet pályára lépni, de hát azért a papírforma alapján úgy gondolom, hogy az ETE esélyesebb ezen a mérkőzésen. A találkozót egyébként Szilasi Szabolcs vezeti, a két segítője Aradi József, illetve Mohos Milán, a tartalék játékvezető pedig Barna Gábor. És Somogyi küldi előre a társakat, egy hosszú kirúgáshoz készülődik. 9 fordulón vagyunk túl, volt bravúr győzelme egyébként a budafokiaknak. Most, hogyha azt mondom, hogy Dorogon tudtak nyerni, az azért sok mindent elmond, hiszen a dorogiak jó pár együttest megtréfáltak. Igaz, nem állnak előkelő helyen a táblázaton, mindössze a 16-ak, de azért a Dorog ellen úgy gondolom, hogy ez nem igazán lehet biztosra menni. Az első körben a Nyíregyháza ellen hazai pályán veszítettek 2-0-ra, aztán győztek az előbb említett dorogi mérkőzésen, szintén 2-0-ra, egy döntetlen a Soroksárral, aztán Kazincbarcikán egy vereség, egy gólos, minimális különbségű vereség, 2-1. Hazai pályán a Szeged Grosicssal játszottak egy 0-0-át, 4-1-re kikaptak az MTK vendégeként, illetve a Sopron ellen tudtak nyerni, ha minden igaz, itt most pont hiányos, egy karakter hiányzik a táblázatomból, de hogyha jól számoltam, akkor a dorogi győzelem volt talán az egyetlen, amit így elkülönhetünk, gyorsan végigfutok még egyszer a listán, hát akkor annak kellett lenni, és hogyha ott győztek, akkor, és a rugott gólok száma 1, akkor nem kaptak találatot, bízom benne, hogy ez fél időben javítom, hogyha tévedtem volna. Egy gyors indítás, Forgács jön ki keresztezni, de rossz volt a passz, aztán van egy besegítés, Polényi teszi hátra Forgácshoz, aztán laposan középre Vég Gábor. Illetve nem említettem még a
Győr vendégszereplését Budafokon. Ott a vendégek, tehát a Rába partiak nyertek 2-1-re. Ez még elmaradt, elnézést érte. Nagy Tamás. Forgács. Ugye az ETE pedig egy 4-es győzelmi szériát szakított meg. A Vác ellen hazai pályán egy gól nélküli döntetlen, aztán Szolnoktól pedig kikaptak idegenben 2-0-ra. Szappanos lépett ki a kapujából, aztán gurította tovább, Forgács, egy hosszú emelés, vég Gábor felé, Babati ott van. Beteszik középre, szép a labda átvétel, Vernes, ez pedig így zicser, és a kapufa belső éléről kijön. Vég lövése, az ismétlés pedig Babati még elvállalta, félmagasan lőtte meg, de arra már figyelni tudott Somogyi. Minden esetre egy jó kiugratás volt, és vég szépen lőtte el, megcélozva a jobb alsót. Hát ha mondjuk nem is egy centi, de mondjuk kettő, amivel egy picit eltér jobbra az a lövés, akkor nagy valószínűséggel nem kifele, hanem befele pattan. Nem a kapufa lapjáról, hanem a belső éléről, vagy talán a belső lapjáról jött kifelé ez a labda. Inkább az élét gondolnám. Szabó Marek. Polényi hátrafelé fordul, Babati pedig feltárt kézzel jelezte volna túloldalnak, hogy üresen áll. Vernes, ő szabálytalankodik. Addig nézzük gyorsan a kispadokat. A vendégeknél Szabó Balázs egyes számmal bevethető, még ő a hálóér Somogyi Csaba váltója lehet. 7-essel Vankó Imre, 18-assal Kerekes Krisztián, 19-essel Olá Lóránt, 21-essel Kirják Herrik, illetve 88-assal Fekete Márk. Tehát ez Bruckner László döntése, ők a mai kispadosok a vendégeknél. Az Eténél pedig a kapuban Szemeridi Norbert állítható még, 8-assal Patvaros Zsolt, sokáig sérült volt. Az ETM megbízható középpályás, a 9-essel Kertész Tamás, 11-essel Fújsz Lihárt, 18-essel Ágos Tondonát, 20-assal Vas György. Ők a fiatalok, még a tinik, illetve 92-essel pedig a nagyon rutinos Balázs Zsolt, aki úgy gondolom, hogy mindenképpen pályára fog majd küldeni Zorán Spisiak. Lopták a távolságot a vendégek, és még el tudja hozni. Jól láttam, Irik Farkas az, aki kikeveredett oda a szögletzászló környékére. Még hátrahúzza Nagy Tamás vele szemben. És be is jön a beadás. Elcsúszik, és szaporáznia kell ott a védőknek, hiszen még továbbra is a budafokiak lábán vándorol a labda. Ez a visszatett középre próbálta tenni Kercsó a labdát. Ez már nem igazán sikerült. Margitics elvétette egy pillanatra, aztán tudott javítani. Vasicsku beteszik középre, Kejsz, Csizmadia Csaba, őt azért már biztosan jól ismerik, akik figyelemmel kísérik a magyar labdarúgást. Hetényegyházáról indult, játszott Kecskeméten, Fehérváron, Fradiban, többek között Gyirmóton, Pápán, egy kiváló játékos. Babati egy távoli löket Csizmadiáról vágódott le. Legalábbis innét úgy látszott, és talán a játékvezető is, Szilas is ezt jelezte, még hogyha segített is neki az asszisztens. Egy apró lökés, vég Gábor tántorodott meg egy pillanatra, Babati gurítja középre, Polényi jól lép ki, aztán félkézzel még azért próbált Kejsz egy picit fogni az egerszegi játékoson, hogy ne tudjon rá sprintelni a labdára, de úgy gondolom, hogy Somogyi jó ütemben lépett ki a kapujából, és mindenképpen előbb ért volna oda, még hogyha nincs is ott a két játékos között ez a kis összeakaszkodás. Vasicsku. Kejsz. Filkor nézi, hogy lehet előre adni, aztán Vasicskunak teszi tovább Csizmadia. Hátul adogatnak egyelőre a vendégek. Forgács. Nem tudta igazán jól elbólintani, alá is feküdt Pölöskei. Egy pillanatra derekát fájlalta Forgács, de aztán talpon most már még azért tapogatja ott a
kereszt csontját. Pölöskei Péter neve szintén ismerős lehet. MTK-ból indult, Ferencváros, Reac, BKV, Haladás, PMFC, Nyíregyháza. Ezekben a csapatokban mind-mind megfordult Pölöskei Péter. A 29 esztendős játékos forgács közben. Ekker került a földre, aztán Csizmadia teszi tovább. A 11. percben járunk. Vernes üldözi Margiticset. Jön középre a labda. Ezt kibólintják az egerszegiek. Nagy Gábor volt az, Csizmadia gyűjti be. Jól megy ki oldalra a labda megint csak. És ez így lehetőség, és az utolsó pillanatban Vég Gábor nagyot mentett. És kérdőn néz Szilasira, a budafoki játékos, hogy ott volt a szabálytalanság. Innét nem látszott annak, hogy lábat ért volna, a lendülő láb elől rúgta ki a labdát. Szerintem inkább szögletet reklamálhatott Irik Farkas, úgy gondolom, és lehet, hogy talán ebben volt is némi igazsága. Egy bólintás haza a kapushoz, Somogyihoz. Ő játszott egyébként Zalában, ha nem is Zalaegerszegen, de Hévízen volt hálóőr. Az Etóban is védett Reacolnok, illetve Honvéd. Ezekben a csapatokban mind megfordult, hogy megbízható, jó kapusról van szó. Nagy, egy kis mez fogó, jó a sarkazás Pölöskeitől, és így még lehetőség, jó a középretett labda, és ezt centikkel ment el. A jobb alsó mellett szépen kiátszották a vendégek, és Irik Farkas lőtte rá. Valaki még beleért, nem gondolnám, hogy Szappanos Péter volt az, valamelyik védő, egerszegi védő, akinek még súrolhatta a csukáját ez a labda. Laposan jön középre, ez kézgyanús. Aztán most már kifelé jár a szabadrúgás. Egy nagy lehetőség az egyik oldalon, illetve néhány perccel később, mondjuk 8-9 perccel később pedig itt egy nem sokat tévesztett a lövés. Forgács, Nagy Tamás. Nagy Gábor emeli előre, vég felé, Dubek szaporázza, aztán volt is némi lökés, így már lefújja a játékvezető, látta, hogy Dubek éri el előbb a labdát, így nincs előnyszabály, Csizmadia hagyja Vasicskunak. Kercsó csak hátrafele tudta tenni, Kejsz, egy emelés, Nagy Tamás bólintja le, nem jó helyre, de ott már a túloldalon lendült az asszisztens zászlaja. Így lesállás volt. Innét mi ezt megítélni? Hát igazából megítélni nem tudjuk, csak sejtjük, hogy mi is lehetett valójában. Nekem nem tűnt föl, de vonalban állt a túloldali asszisztens. Nagy Tamás. Nagy Gábor. Sokáig sérült volt. Szinte az egész, nem szinte, az egész alapozást kihagyta Nagy Gábor. Aztán néhány fordulóval ezelőtt volt kezdő az egerszegieknél, és ha jól tudom, akkor azóta élvezi is a bizalmat, nem volt rá panasz, tehát határozottan látta el a feladatát, és egy védőnek elsősorban határozottnak, illetve pontosnak kell lennie. Bedobást elvégezték a vendégek, egy kis fejpárbaj, most már aztán megunták a vendégek, aztán a földön járatják tovább a labdát, jó, nem jó. Mondtam volna, hogy Margitics
jól teszi előre, de aztán kikanyarodott az oldalvonalon kívülre a labda. Polényi két piros mezes között tette hátra Szappanoshoz. Most már lassan-lassan letelik az első negyed óra. Azt nem lehet mondani, hogy bármelyik csapat is határozott mezőnyfölényben lenne. Továbbra is csak a két óriási zicsert lehet említeni az egyik, illetve a másik oldalon. Vég Bencét tessékelte hátrébb Szilasi Szabolcs egy Fritzó keretében. Aztán Somogyihoz kerül hátra a labda. Vasicsku. A három hátsó alakzatban álló játékost könnyű megismerni, ők azért kitűnnek. Vasicsku egy magas, szőkés, barna hajú játékos. Csizmadiát. Igen-igen könnyű felismerni, ő szőke. Valamint Kejsz. Jön közben öklözve Somogyi Csaba, aki fölkontyozva hordja a haját. Lesről jött vissza Vég Gábor, ezért intett hozzánk közelebb álló asszisztens. Ahogy az alaegerszegieknél is, és ezt minden alkalommal, szinte minden alkalommal elmondjuk, hogy bőven-bőven volt mozgás a játékos keretben, ugye a budafokiaknál is voltak érkezők, ők voltak többen, Balogh Péter Monorról, Filkol Attila szabadon igazolhatóként érkezett. Egy lökés, különben szöglet lett volna, aztán megcibálták. Egy picit hátulról Nagy Tamást ezt fújta le Szilasi. A legutóbb Filkor Gyirmóton játszott, Harsányi a Szeolból érkezett. Konstantinos egy görög-magyar, kettős állampolgár, Szeged 2011 játékosa volt, Kercső Dunaújvárosból, Kírják a Haladásból, Somogyi a Honvédtől, ezt már említettem, illetve Vas Máté pedig Sziget-Szent Miklósról érkezett, valamint Kerekes Krisztián pedig a debreceniektől kapták kölcsönbe a budafokiak. Egyébként, amikor néztem, hogy melyik játékos, vagy inkább a keretet összesítve, nagyon-nagyon sokan új Buda játékosok voltak korábban. Hátrapattan Kejszhez a labda. Először Somogyira nézett, aztán a mezőnybe, végül is Somogyit választotta. Dubek megy oda zavarni. A kirúgás pedig nem elérhető. Úgy gondolom, hogy erre esélye nem volt ott a túloldalon. Talán Kercsó volt az. Ez még megvan az egerszegieknél, aztán egy droppal próbálta Szabó Marek átvenni a labdát, ez még Babatinak jó lehet, le is tudja venni Babati. Egy készfogó van közben. Babati kellemetlen lövés, középre tartott, de azért pattant egyet, és ezt a kapusok nagyon nem szeretik, mert a páncélról elég gyakran kijön a labda. Polényi. Indult volna Ecker, most lesen áll a fiatal játékos, ezért nem ő kapta, Babati, ez még neki jó, és jöhet az első zalaegerszegi sarokrúgás. A Kisvárda vezeti a táblázatot, az MTK a második, illetve egy kis meglepetésre, most már ez a meglepetés egyre kisebb. A Kazincz Barcika a harmadik helyen jelen pillanatban. Még egy próbálkozás lehet majd Babati. A második egerszegi sarokrúgást is elvégezheti. Ezt kicsiben játszották meg az egerszegiek, hát az nem volt túlságosan jó. Lehet, hogy földbe rúgott Babati, innét nem látszott, de nem szokott ennyire rosszul középre adni. Engedi tovább a játékvezető, és most majd lesz figyelmeztetés. Lent maradt a földön Irik Farkas, stápászkodik föl. Nem akasztotta meg egyébként Szilasi a játékot, mert a pirosak lábán vándorolt a labda, de szerintem majd, ha megáll a játék, akkor ott lesz egy dorgálás. Ezt még megmentette Filkor, jól teszi tovább. A Margitics. És ha
minden igaz, akkor ő Andor. Igen, ezt jeleztem, hogy ha megáll majd a játék, akkor hát még csak tapogatja a lap szélét Szilasi. Megnézte, hogy megvan egyelőre, nem húzta elő. Most már elég csípős az idő. Lehet, hogy az is azért tart némi hőt még ott a felső zsebben. Letelik lassan az első 20 perc. Nem állt bevédekezni a Budafok, de úgy gondolom, hogy erre azért nem is lehetett számítani. Egy határozott bólintás forgástól, Vernes teszi oldalra Vég Gábor. Vernes, egyből jött a kényszerítő. Egy fehér, illetve egy piros játékos a füvön néhány pillanatra. Az elsőt fújta a játékvezető. Amikor Vernes került a gyepre, forgács, aztán Nagy Tamás kapja tőle. Nagy Gábor. Dubek kérte volna, de aztán eljött vele a budafoki védő is. Kercsó Bence. Hát én inkább nem is védő, akkor azt mondom, hogy aki fogja Dubeket. Forgácsot állították meg szabálytalanul. Gyorsan elvégezték az egerszegiek. Vernes. Nagy Gábor lép följebb. Egy picit meredek a labda. És most jól figyelt Vég Bence. Szorítja őt hátrafelé Nagy Gábor, majdnem el is tudta csenni a labdát. Hát nem igazán szeretne tőle szabadulni. Vég, aztán megkönnyörült rajta Szilasi. Én egy csipszót is hallottam, akkor úgy gondolom, hogy szabadrugás lesz. Gondolom a tacsot nem Somogyi végezte volna el. Az asszisztens zászlajából elsőre úgy tűnt, hogy pardobás, de mondom, egy rövid csipszót, mint hogyha hallottam volna. Nagy Gábor elcsúsztatták. Aztán Nagy Tamás bólintotta végül is ki az oldalvonalon túlra a labdát. 22. percben járunk, lassan-lassan közeledünk az első játékrész feléhez. Nincs még gól. És továbbra is tartom, amit korábban mondtam. Nem lehet azt mondani, hogy bármelyik együttes is mezőnyfölényben játszana. Sőt, még arra sem vállalkoznék, hogy labdabirtoklásban melyikük áll előrébb. Filkor. Elakadt Nagy Gábor lábában. A középre adás. Ekker. Vasicsku bólintja el. Csizmadia jól tartotta meg. Margitics. Csizmadia kéri vissza a labdát. Egyébként ő vezeti a budafokiak góllövő listáját, három találattal Kovács Dávid kétszer zörgette meg az ellenfelek hálóját, illetve Fekete Pölöskei egyszer-egyszer. Azért megnézem a saját jegyzetemet is, mert az egyezik, mint a klub által kiadott összeállítással is azért némi információt, azért mindenképpen feltesznek erre a kis lapocskára, amit el lehet hozni itt a bejáratnál. Nagy Gábor laposan teszi középre, Vég pedig lesről jött vissza, még ezt mutatja az asszisztens is. Vég Gábor nagyon mérges volt, oda ment egy picit reklamálni, és nagyon határozottan, illetve egyértelműen jelezte neki az asszisztens, hogy a lesről visszalépést intette végül is be. Most már bőven túl vagyunk, ez a bőven azért idézőjeles. Bő egy perc a játékrész felén. Nagy Gábor előtt megint el tudja csúsztatni Írik Farkas, de ez túlságosan meredek. Szappanos pedig elkocogott még a labdáért, de az már az oldalvonalon kívül volt. Nem oldalvonal, alapvonal. Forgács. Nagy Tamás. Nagy Gábor. Babati. Elment előtte a labda, elég erős passz volt, és nem volt pontos, nem tudott rá mozdulni Babati. És végül róla ment ki az oldalvonalon kívülre a játékszer.
A harmadik Kazincz Barcika együttese után van egy kis idézőjeles lyuk a táblázaton, a negyedik Szolnok 15 pontot szerzett, öttel áll hátrébb, mint a barcikaiak, aztán onnéttól már azért alaposan besűrűsödik, tehát a negyedik helyezett Szolnok, illetve a 11. Soroksár között mindössze 2 pont a különbség. Hát Pölöskei játszotta el picit a nagy halált, aztán kapott is némi gúnyolást a lelátóról. Megtapsolta a szurkolókat. Babati kapja a labdát. Babati. Nem volt szabálytalanság, elesett Babati. Aztán elesik ott középen egy budafoki játékos is. Közben pedig Pölöskei elől tisztázott forgács. Pardobással jöhetnek majd a vendégek. Ott a túloldalról, körülbelül az zalaegerszegi térfél közepétől lehet elvégezni. Csizmadia. Végbence. Csizmadia kéri vissza. Az elgondolás jó volt. Ezzel viszont lehetett volna indulni, de rosszul vagy balszerencsésen pattant Vég Gábor előtt a labda, nem tudta testtel odébb sodorni, aztán maga elé tenni. Irik Farkas. Egy lágy ívelés, emelés közben, és nagyot kellett nyújtóznia Szappanosnak. Jó volt a bólintás, és befért volna még oda valószínűleg a léc alá, ha nem tolja fölé Szappanos Péter. Őt nagyon szeretik Zalaegerszegen, egy nagyon barátságos fickó. Szappanos Péter kiváló kapus, bravúr kapusnak is mondják, szeret röpködni. Tehát ő azért oda szokott érni a labdákra. Vernes, Dubek megy, egy de rosszogatta Vernes. Dubek háta mögé, de nem kevéssel, 2-3 méterrel. Ezért volt a csalódott morajlás, aztán most már ki is tudják pöccinteni onnét. Ez azért megint csak egy idézőjeles pöccintés volt. Csizmadia teszi tovább, aztán Filkor. Vele szemben szabálytalankodik Szabó Marek a felező vonalnál. Itt létszámfölényt tudta kiharcolni az egerszegiek, de nem tudták lejátszani a kontrát. Itt Vernes már talán korábban is adhatta volna, de nagyon-nagyon elméretezte azt az átadás Dubek felé. Ecker feje fölött elszállt a labda, és hiába ment érte Vernes Richard. Kiemelte előle Kejsz. Filkor. Csizmadia. Erre figyelt Dubek. Uha, ott azért volt egy kis mozdulat még. Vele összetűzni próbáló, vagy összecsapni próbáló, talán ez a helyes szó, játékossal, vagy játékos felé. Polényi. Aztán Csizmadia is odalép. Most már Filkor teszi oldalra. Margitics. Nem jó az átadás. Forgács. Nagy Tamás. Nagy Gábor nézi, hogy kit lehetne választani, aztán Babatihoz tudta csak gurítani. Dubek jönne közelebb, egy keresztlabda, ez pontos Szabó Marek, szépen veszi merre, de csak hátrafele tudta adni ő is. Nagy Tamás. A 30. percben járunk, nincs még gól az ETL Budafok mérkőzésen. Ecker, jó volt a kényszerítőzés, ez a labda is jó Babatinak. Indul Nagy Gábor, nem kapta egy bal külsővel centerezett labda, ami aztán nem talált fehérmezes játékost. Nagy Gábor.
most elveszíti a labdát, vég Bence szerelte, aztán Filkor ügyesen tovább Csizmadiához. Margitics gyorsan teszi tovább oldalra. Filkor befelé indul, Filkor Attila. Vég. Irik Farkas. Ügyesen oldotta meg, és nem is volt ez az elgondolás sem rossz. Oda is szólt a társnak, Vég Bencének, hogy menjél, vagy miért nem mentél, valami hasonló, ami ideig felhallatszott. Az egerszegiek jöhetnek majd pardobással. Túl vagyunk már a belső fél órán. Továbbra sincs gól. Két óriási zicser, illetve volt a budafokiaknál egy jó fejes. Hát, amit mindenképpen érdemes volt feljegyezni, hiszen azért röpült érte Szappanos. Azért zicsernek nem nevezném. Margitics elvállalja laposan, ez pedig be is megy. Fölpattant Szappanos előtt. Margitics mennyi lehetett az olyan 17-18 méterre, honnét rásuhintotta. És mindenképpen pattant, mert elfeküdt Szappanos, és talán hozzá is ért, de átpattant végül is a kezén a labda. Így Margitics szerzi meg a mérkőzés első találatát a 32. percben. Egy 17-18 méteres lapos lövés, ami utat talált a hálóba. Ecker, Case gyorsabb volt, meg is tudta menteni, aztán még nincs is kint a labda. Babati mellett is tovább ment, még mindig nincs kint, most Babati szerezte vissza, azt ott maradt Nagy Gábornál, most ezt ügyesen oldották meg itt kicsiben az egerszegiek. Ecker, Nagy Gábor átteszi a másik lábára, Ecker, ő előle pedig ellopják a budafokiak. Ott volt mezrángatás, Bruckner László megy reklamálni a tartalékjáték vezetőnek, a Barna Gábornak, de hát igen, ilyen sok van egy mérkőzésen. Nagy Tamás Ecker felé, felgyorsul a labda, esett az elmúlt napokban bőven, most nem gondolnám, hogy annyira befolyásolja esetleg a labda mozgását, mondjuk a két nappal ezelőtt leesett csapadék mennyisége, de azért az látszott, hogy egy pattanás után azért ő alaposan felgyorsult az alapvonal felé, nem is volt érdemes utána lépni. Elvégezte már a kirúgást Somogyi, egy bólintás, oldalról a vendégek jöhetnek. 34. perc a találkozón. Polényi hagyja. VTL végezhet el most touchot. Forgács. Nagy Tamás. Említettem, hogy volt egy jó négyes sorozata az egerszegieknek, ugye rosszul kezdtek a hazai pályán egy 0-0 győrrel, aztán Gyirmóton kaptak egy ötöst, majd a jelen pillanatban élen álló Kisvárda otthonában is kikaptak 1-0-ra. Aztán utána jött a Siófok ellen egy 5-2 idegenben, a Csákvár ellen egy 2-1-es győzelem, 2-0 hazai pályán a Cegléd, aztán a Békés Csabát nagy meglepetésre magabiztos a 3-0-ra verték meg, úgyhogy még 11-est is hibáztak, és ez a sorozat szakadt meg, a legutolsó
hazai mérkőzésen a Váci ellen, amit már korábban mondtam, hogy ott egy 0-0-át játszottak. De hát a Váci is remekül védekezett, és abból próbált gyors kontrákat játszani. Igazából egy élvezetes találkozó volt, de gól nem született azon a meccsen, és az idegenbeli Szolnok 0-2. A zalaegerszegi térfél közepe környékéről, a jobb oldalról lehet elvégezni majd a beadást, a szabadrúgás, pontrúgás, Csizmadia a labda mögött. Szabó Marek bólintotta tovább, megint van egy kis kézfogó, egy bomba, ami elakad a lábakban, aztán Szappanos is bombáz, ő már előre. Nagyon pörög a labda, Babatér gyönyörűen vette le, ott is maradt a cipője orrán, aztán ketten a földbe tudták döngölni végül. Filkor, illetve Vég Bence kettős erővel legyűrte Babatit, jár a szabadrugás természetesen. Nem igazán szeretne 9 méterre távolodni a labdától a vendégek játékosa. Hát le lehet nem érni, ez hány méterre van, 9-re biztos nincs. Beletette még a fejét Pölöskei, onnét pedig az alapvonalon túlra szállt a labda. Jöhet a harmadik zalai sarokrúgás. 37. percbe járunk, eddig Babati végezte el az első kettőt. Egy gyors egymás utánban következett. Most Dubek. Ez az Vernes lábáról ment ki. A Cegléd elleni hazai meccsen az első fél időben parádés játékot produkáltak a zalaiak, az igen-igen tetszett a kilátogató szurkolóknak. Aztán második fél idő már azért jóval csendesebben telt, de a hazai meccseket valamennyit láttam, úgy gondolom, hogy az a 45 perc volt eddig a legjobb mutatott játék a kékfehérektől. Ez túlságosan erős. Harsányi tudott, hát azt nem mondom, hogy nem tudott érte lépni, próbált ő lépni érte, de nem volt értelme. Vég is ellép Szabó Marek felé, meg is kapta a labdát. Szabó Marek még maga elé tudja húzni. Vég, egy emelés, jól léptek ki a védőfalból, Vaszicskú volt az, aki el tudta végül is bólintani, és megint csak oldalról pardobásra jöhet az zalaegerszeg. Dubek úgy szerelik, aztán próbálja visszaszerezni Dubek, nincs szabálytalanság. Ott volt a közelben, vagy közvetlen közel volt Szilasi Szabolcs, most nem látott okot, hogy használja a hangszerét. Szabó Marek, ez még mindig jó lehet, Ekker elől viszont Vaszicskú ráadásul jó helyre, és most már kint van a labda megint csak az oldalvonalon kívül. 39. perc, 0-1. Nagy Gábor lép följebb. Nagy Gábor középre. Eltűnt egy pillanatra Vernes Vaszicskú szorításában. Nem láttam, hogy történt volna valami pályára nem illő dolog. Nagy Tamás. Ez egy hazaadásnak felelt meg körülbelül. Ugye mérges Kruckner László. Amit vélni hallok a budafoki mestertől, hogy elől voltak a gyors támadók, és egy gyors kirúgással esetleg meg lehetett volna őket játszani. Egy gyors kontra erejéig belefért volna a Budafoknak. Jön középre, elsőre kiperdül Szappanos kezéből, de aztán másodjára már fogja. Hú, mekkora fals van a labdában. Nagy Gábor. Vég, meg tudja még tartani.
elpattant tőle a labda, aztán megfogta egy pillanatra Irik Farkast, ezt fújta le Szilasi. 40. perc vége felé járunk, 0-1. Margitics 17 méteres lövése a 32. percben a jobb alsóba vágódott. Én biztos vagyok benne, hogy még ez megpattant Szappanos előtt, mert rajta volt a labdán, de átpattant a kezén. Harsány egy távoli löket, ez nem talál kaput. Harsányi István nevét kevesebbszer mondtam eddig, ez nem azért volt, mert nem volt játékban, bőven akadt dolga, előre is húzódott segíteni a támadásokat a jobboldali védő, csak az ő messzámát azért ritkábban látom, mint a hozzám közelebb lévőket. Egyébként Dunaújvárosban, Szentlőrincen, illetve a Szeolban futballozott korábban, a Szeolban is futballozott korábban. Pontosan 4 perc van még hátra az első fél időből. Továbbra is egy góllal a Budafok vezet. Teljes fordulót rendeztek, illetve rendeznek ma a Merkantil Bank Ligában. Voltak korábbi mérkőzések is, amik 16 órakor kezdődtek. Cegléd, Győr, Kisvárda, Szolnok, Mosamagyaravár, Nyíregyháza, Szeged, Kazinc, Barcika, Siófok, Vác, hogyha jól tudom, akkor ezt az országos sportcsatorna is közvetíti, még talán tart. Fél ötkor kezdődött, akkor már nem. Csákvár, Békés Csaba, Eto FC Győr, Budaörs, Sopron, Dorog, illetve MTK Soroksár. A mai párosítás ezen a találkozón kívül természetesen. Polényi. Sok minden nem történt a pályán, úgyhogy ezeket nyugodtan elmondhattam. Babati fordul egyet a vendégtérfél közepetáján, aztán kiteszi oldalra Nagy Gábor, Nagy Tamás. Szabó Marek várta volna, most már lassan-lassan oda kocog mellé Margitics. Egy emelés, ez megint hosszúnak tűnik, az is. Jelen pillanatban Sajban Máté a góllövőlista élén, a mai fordulót nem számolom természetesen, 9 találattal, aztán Horváth Zoltán, Simon András 6-6 találattal, Takács Torgelle 5-tel állnak. Továbbra is áll a játék, még szabadrugáshoz készülnek a vendégek, Csizmadia jön ki a szögletzászló közeléből, elvégezze a pontrugást. Nincs már hátra 2 perc, sőt lassan már csak másfél. Félmagasan jön középre, Babati bólintja ki a rövid oldalon. Margitics egyből vissza, ez hasonló volt, mint a túloldalon a Nagy Tamás emelése. Babati átkerül a túloldalra, eddig jobbára, itt a hozzánk közelebbi jobb oldalon tevékenykedett Babati. Azért mordul fel egy picit a néző tér, mert lehetett volna fordulni belőle talán, inkább hátrafelé adták a labdát az egerszegiek, és továbbra is a hátsó sorban járatják. Forgács hosszú Polényinek, de aztán a becsúszó lábról még visszapattan elé. Kejsz bólintotta el, most már Babati. Ha megfordulna, itt van egy üres játékostárs, vagy üresen álló játékostárs. Nagy Gábor személyében. Ez azt hiszem, hogy behallatszik. Szabó Marek az ellenfél térfelétől adta haza Szappanoshoz a labdát, ez nagyon nem tetszik a néző közönségnek.
még hogyha az ETE vezetne, akkor meg lehetne érteni, de így azért kevésbé. Dubek. Csizmadi a Cseni el, és most létszámfölényben a pirosak. Ezt nem sikerült helyzetre sem váltaniuk most a budafokiaknak. Nagy Tamás. Jól fut keresztbe Vernes, aztán még be tudott csúszni Vasicsku. És ennyi volt, nem tett hozzá 45 perchez Filasi Szabolcs. Hát nem igazán tetszik az eddig látott játék a hazai érzelmi szurkolóknak. Talán jobb lesz a folytatás.
Elkezdődött a második félidő, 1-0-ra vezet Margitics 17 méteres lapos lövésével a budafoki gárda. A 32. percben vették be Szappanos kapuját a forgács labdával. A szünetben a műsorközlő azért délutáni végeredményeket elmondtát, amit meg tudtam jegyezni. Illetve ami úgy érdekesebb volt, minden eredményt szám szerint nem tudok, de Gyirmót nyert Cegléden, a Kisvárda viszont otthon kikapott 3-2-re a Szolnoktól. Illetve, hogyha jól figyeltem, akkor Szegeden nyert a Kazincz Barcika, tehát az a harmadik pozíció, ahol a barcikaiak tanyáznak, az azért nem meglepetés most már egyértelmű, hiszen 10 forduló számukra már lement. És egy 3-4 óra múlva már az alaegerszegiek is túl lesznek rajta. Tehát abban bíznak az alai sportbarátok, a labdarúgó szurkolók, hogy nem így marad majd az állás. De igazából ezt nem lehet mondani, hogy jól játszottak volna a kékfehérek az első félidőben. A Budafok talán egy picit meglepte az etét azzal, hogy nem adta át a területet az egerszegélyeknek, tehát nem álltak be védekezni, és elsősorban Csizmadia irányított nagyon jól, ő tette a labdákat, valamint még ki kell emelni Irik Farkast, aki rendre megkeverte ott az alaiak védelmét. A Margitics pedig természetesen a góljával bizonyított. És remélem, hogy nem tévesztünk azzal, hogy mi Andort mondunk, mert még egyszer említem, itt a kis tájékoztató lapon Sándor keresztnevet jelöltek meg nála. Mi úgy tudjuk, hogy Andornak hívják. Kézzel ért hozzá. A labdához nem is vitatkozik Szabó Marek. Egy olyan 26 méterre lehet körülbelül az alaegerszegi kaputól a labda, és Csizmadia várakozik, hogy jelt kapjon Szilasi Szabolcstól, ez meg is történt. Egy jó löket, és látványos vetődéssel öklözi ki Szappanos Péter. A pardobással jöhetnek majd a vendégek. Ha jól látom, akkor Vasicsku kocog el a labdáért, és fogja majd behajítani a pályára. Szabó még hozzáért fejjel, nagyon irányítani nem tudta, így viszont lehetőség. És gól megadják, Csizmadia tette középre, és ha jól láttam, most is Margitics a találat szerzője. Csizmadia lába lendült. Én elsőre azt hittem, hogy ő vállalkozik, betette középre. Nem, Irik Farkas. Akkor én láttam rosszul a számot a játékos hátán, de dicsértem Irik Farkas első félidei teljesítményét. 2-0-ra vezet a Budafok Zalaegerszegen. És azt kell mondani, hogy nem érdemtelenül. Polényi kapja a labdát, a középpályán emeli előre. A Vasicsku bólintja tovább. Nem volt jó a labdalevétel, de aztán másodjára már sikerül a tisztázás. Viszont ezt úgy látta Szilasi Szabolcs, hogy nem szabályos keretek között történt. Thank you.
ez megint csak egy kedvező pozícióból elvégezhető szabad, amit elsőre a sorfalba, másodjára pedig fölé bombáznak az egerszegiek. Babati vállalkozott a szabadrugás elvégzésére, a visszapattanót pedig Dubek lőtte fölé. Most már azért keményebben morgolódnak a szurkolók itt a lelátón. Megrángatták azért alaposan Szabó Mareket, fújja is a játékvezető. Irik Farkas pedig még ellövi távolról. Ezt elnézést kért a játékvezetőtől. Ezzel is eltelt néhány másodperc. Forgács, aztán Nagy Tamás. Nagy Gábor vissza Nagy Tamáshoz. Forgács lép előre. Vernes. Ecker Dubek háta mögé passzol. Befelé lépett már Dubek. És a korábbi helyére érkezett az átadás. Nem volt erős, de már visszalépni nem tudott. Forgács megint. Üresbe lépett be Babati. Szólt is Forgács felé, de aztán már eddigre tovább ment a labda. Ez nem jó. Babati azért letolja a társakat. Nem mondom el, hogy mit mondott, mind a baloldali játékos társak felé. Nagy Gábor emeli ki. Ez viszont jó, Irik Farkas középre. Forgács nem tudott jól hozzáérni, és megint egy löket. Ez Margitics-től jött. Babati pillanatra megfogták a kezét, de nem tartott sokáig. Jól teszi tovább Szabó Marek, aztán Babati esik egy jókorát. Dubek elől pedig kivágják az oldalvonalon kívülre. Érkeztek egyébként a Budafok szurkolói is a mérkőzésre. Nem történt szabálytalanság, Vernes került a gyepre. Irik Farkas. Jó az átadás, és az utolsó pillanatban tudott még odaérni Nagy Gábor. De marad a labda a vendégeknél. Kollégámmal beszélgettem a szünetben, és neki említettem, hogy nagyon sok labdarúgó Újbuda játékosa volt korábban, és ő említette, hogy mintha úgy tudná, hogy fuzionált a két együttes. Ez nem biztos, hogy pontos tájékoztatás, de elképzelhető, hogy tényleg így volt. Nem tudom, megmondom őszintén. Babati nagyon gyorsan a kapu elé, vagy kapu közelébe, ott a kipattanó Dubek, és még a földön Vasicsku blokkolni tudta a lövést. Jól hozza ki Margitics, és jó a kitett labdája a bal szélre. Margitics kapja vissza. Jól jön középre, vagy úgy tűnt, hogy jól jön középre, de végül is nem tudtak ott középen a kapu előtt beleérni a pirosak. Hát itt többes számban ez így nem is állja meg a helyét, mert csak Pölöskei volt ott egyedül. És említettem már itt a bemutatásoknál, ez azért egy komoly lökés volt. Éppen levegőbe volt vég Gábor, amikor hátulról taszítottak rajta, érkezik Balázs Zsolt. És Dubek fog lemenni. Hát Dubek arcán azért nem a mosolyt láttam, amikor lejött a pályáról. Egyébként egy borzasztó
jó játék intelligenciával rendelkező játékos. Az idősebb zalaegerszegi szurkolók minden bizonnyal emlékeznek még Galántai Tibor nevére, hát hasonlít hozzá a játéka. Mármint Dubeké természetesen Galántai éra, legendás középpályás irányító. Még meg tudja majd, nem mondtam, hogy megmenti. Vernes, Balázs jól mozgott középre, középen üresbe. Nem tudta visszatenni. Szabó Marek lopakodott előre, viszont egy szögletet rúghatnak az egerszegiek. Ez a negyedik sarokrúgás, amit majd el lehet végezni. Kettőt Babati, egyet Dubek, most pedig Vernes. Állítja le oda a labdát, jól is jön középre, Csizmadi a saját játékosára fejeli, aztán még kivágják ott a gólvonal elől. Vernes szépen lopott labdát. Az első fele szép volt a dolognak. ötvenhetedik percben járunk, 0-2. Fél időben az MTK vezetett, illetve, ha minden igaz, akkor a Dorog is egy góllal előrébb járt, mint a házigazda soproniak. De hát közben lehet, hogy már változott az eredmény, ezért a fél idejéket nagyon nem is kommentálnám. Elvégezték a pardobást a vendégek. Jó volt a közbelépés Nagy Gábortól. Babati két ember között teszi tovább. Végül is a földre került. Hát egy olyan 18-20 méterrel a odébről próbálta Forgács elvégezni. Ez a Szabó Marekhez, nem Nagy Gáborhoz megy oda Szilasi Szabolcs, hogy minden rendben van-e, az arcát fájlalja az egerszegiek védője. Újpestről érkezett már, mint Nagy Gábor Zalaegerszeg, de Csizmadia őt Ekker gyötörte meg. Mozgott még a labda, de elengedte Szilasi. Nagy Tamás, kellett futnia egy fél kört, hogy Pölöskeit lerázza magáról. Legalább annyira, hogy tovább tudja tenni a játékszert. Balázs Zsolt, nem volt pontos a visszatett labda. Nem Balázs Zsolt, hanem Vernes, bocsánat. Forgács. De jól mondtam, Balázs Zsolt. Vernes van az első sorban. Babati hosszan vett át, aztán még ütközött Somogyival. Szerencsére nincs sérülés. Kejsz, ezt nem jól találta el. A 60. perc kezdődött, 0-2. Bő fél óra van még hátra a találkozóból. Továbbra is azt kell mondanom, hogy nem érdemtelenül vezetnek két góllal a budafokiak. Ez nagyon látványosan esett el Margitics. Rossz helyre adta Szabó Marek, aztán ott marad előtte a labda. Másodjára is szerencsésen pattant zalai szempontból. Balázs Zsolt. Szabó. Balázs. Ügyesen futott üresbe, aztán szeretnének dobni a budafokiak. Az asszisztens jelezte, illetve a játékvezető is ott volt a közelben, hogy egerszegi pardobás következik, amit már elvégeztek. Vernes még visszateszi. Hát, hogy ott mi történt, azt nem tudom, de végül is
Somogyi már kidobta a labdát. Én nem igazán láttam szabálytalanságra utaló dolgot. És inkább kirúgja Nagy Gábor, hogy oda lehessen menni a földön fekvő Irik Farkashoz. És cserélnek majd az egerszegiek. 11-es számmal érkezik majd Fújsz Rihárd. És Ecker jön le. Közben el is végzik a cserét. A fehérek. Most már talpon, Irik Farkassebestyén le kell mennie. És nagy valószínűséggel majd visszakapja az ETE a labdát, hiszen egerszegiek rúgták ki mondjuk nem az oldalvonalon, hanem az alapvonalon túlra, egy holt térbe rúgták előre. Vasicsku, ő pedig visszaadja nagyon sportszerűen az alaiaknak. Jönne is vissza Irik Farkas, egyelőre még nem vette észre Szilasi, most már igen. Vég. Nagy Tamás. Nagy Gábor. Polényi csak visszafele, nem is próbált megfordulni Polényi, ez volt a gond, mert volt mögötte üres tér, tehát lett volna lehetősége megfordulni. Babati ott két védőszorításában el is veszti a labdát. Megpróbálja visszaszerezni, és sikerül is Babatinak. Így volt Les. Egy rövid passz érkezett Balázs Zsolthoz, és ott szépen is vitte be az alapvonal felé, de a labda elrúgásának pillanatában már előrébb járt, mint a labda. Nagy Tamás egy picit csután ért a labdához, nem is tudták bent tartani az egerszegiek. Nagy Gábor próbálta még utolérni, de nem sikerült. 64. percben járunk, 0-2. Forgács, Fújsz. Fiatal játékos el tudott menni kis szerencsével, Csizmadia jött keresztezni. Vernes próbálta játékba hozni, most meg is találja őt Szabó. Balázs Zsolt, ott volt kiugrásra készen Babati, de nem jutott el hozzá a labda. Most azért láthatóan hátrébb. Vannak a budafokiak, hátrébb léptek a budafokiak. Pardobást hagyja Nagy Tamás. Végén lesz majd kapkodás az egerszegieknél. Most még van bő 25 perc a találkozóból, mert két gólos hátrányt kellene ledolgozniuk. Vernes. Ő megcsinálta a két cselt, csak nem tudta visszakapni a labdát Babatitól. Harsányi. Csizmadia. Szabó Marek lépett közbe. És
másodjára már lefújja a játékvezető. Közben az alapvonal mögött melegítő játékosokhoz megy oda Szilasi Szabolcs. Rajtuk van a mellény. Hát ezzel is eltelt egy fél perc. Csizmadia. Jól jön középre is. Van is fejes, igaz, hogy elkerüli a kaput. Pölöskei volt az, aki fölé bólintotta. És egy újabb csere az Eténél. 9-ös számmal érkezik Kertész Tamás, és Szabó Marek megy le. Egy újabb támadó érkezik tehát az egerszegiekhez, vagy támadóbb szellemű futballista. Nagy Gábor, Balázs Zsolt hátravonta játszik. Nagy Tamás, nem pontos az átadása. Jól emelik ki, és jól lépett most közbe. Nagy Gábor végül is aztán marad a vendégeknél. Pölöskeit meg tudta előzni Polényi. Forgács. Nem jutott el Babatihoz a labda. Egyből vágják előre. A pirosak. Kirúgás. A kirúgás az most kigurítás Forgácshoz. 22 perc, tehát körülbelül a második félidő felénél járunk. Két gólos vendég előny Zalaegerszegen. Margitics, illetve Irik Farkas a találat szerzői. Remélem, hogy a műsor közli a második gólszerzőt jól mondta. Irik Farkas. Most vagyok egy picit gondba, mert Bruckner László. Margitics felé kiáltott. Legalábbis úgy véltem, hogy Margitics felé kiáltott. Gyerünk, Sanyi. Lehet, hogy mégiscsak a kapott összeállítása jó, nem a miénk. És nem Andor, hanem Sándor. Csizmadia közben egyből középre. Még egyszer Csizmadia. Forgács, még egyszer Csizmadia. És szappanos a végállomás. Egy hosszan előre rúgott labda. Ezzel még majd nem mondtam, hogy még ki lehet lépni Kertésznek, de végül is kiemelik előle Vernes. Vernes két védő szorításában próbálta megtartani, elválasztják a labdától, ráadásul szabályosan. Balázs. Ez gyönyörű lövés volt, és hasonlóan szép volt a védés is Somogyitól. Egy jó 22 méterről tekerte rá Balázs Zsolt. Befért volna oda jobb alsóba. Babati már elvégezte. A szögletet Csizmadia bólintja ki. Ő hiba nélkül játszik a mai mérkőzésen, legalábbis én nem tudok kifogást találni a játékában. Babati érezte, hogy hova fogják majd bólintani. Polényi. Élesen középre nem tudott belebólintani, nem tudta beletenni a fejét Vernes, nem sokon múlt. Nyújtózkodott az egerszegiek támadója, de végül is nem ért el fejjel. Margitics felé a kidobás, csak felé. Babati oxival próbált hozzáérni a labdához, nem sikerült, ezzel aztán meg is tévesztette még itt a vonal mellett Harsányit. Balázs Zsolt. Jól adja középre. Egy újabb szöglet. Innét nem szögletnek tűnt. De ott volt a játékvezető.
kertész. Lehet, hogyha befelé fordul a másik irányba, akkor komolyabb lehetőség alakulhatott volna ki belőle. Forgács. Rosszul ért hozzá vég Gábor. Ellenfélhez perdült a lábáról a labda. És egy gyors kontra jön Pölöskei. Pölöskei Polényi mellett, aztán Polényi még hozzá tud érni a labdához. Pölöskei pedig leviszi oda a Szeglet zászló tövéhez. Így az étel jöhet. Szabad rúgással. Forgács. 72. perc kezdődött, 0-2. Most el tudták vinni az egerszegiek Csizmadia mellett. Kejsz mellett viszont már nem, vég. Nem jól talált el a labdát. Hazai pályán még nem kapott ki az étéje. Egy jó csel, Mirik Farkas, jó játékos. Ők is lőhetnek most egy szögletet már, mint a vendégek. Ez lesz a harmadik sarokrúgás. Most már hallani a budafoki szurkolóknak a hangját is. Ott vannak az egerszegi kapu mögött. Innét nézve a szélső, a baloldali szektorban. Hát nem egy gépkocsival jöttek, az biztos. Azért 10-15 budafoki szimpatizáns hallatja a hangját. Kikerül a kapu előteréből a labda. De még mindig a vendégek jöhetnek. Egy éleszögbe leadott lövés, és ez nem sokon múlt. Ott volt Pölöske is, ott volt Vasicsku is. Aztán odaállnak gyorsan mind a ketten a labda elé. Cserélni szeretne Bruckner László, csak a cserék közül nem hallották. Úgy kit is hív. Babati. Ennél nagyobb helyzete nem lesz az Etének. Élesen belőtte Babati a szélről, és érkezett Balázs Zsolt, de a lábáról a kapu fölé vágódott a labda. Neki is csúszott Balázs a kapufának, de szerencsére nem sérült meg. Hát ezt mondják 100%-osnak. 101%-os helyzete nem lesz az a Egerszegnek, ebben biztos vagyok. Nagy Gábor megtartja még, de aztán nem jól passzol Csizmadia. Elveszítette egy pillanatra, aztán visszaszerezte. Forgács. Másodjára. Mondanám, hogy ez volt a 101%-os, de ugye olyan a valóságban nem létezik. Forgács elsőre elhagyta, másodjára szerelt, aztán elvették tőle. Aztán valahogyan még visszakerült a vendégekhez a labda, és az üres kapunál kívülről eltalálták a lécet. Ez jó Babatinak. Van érkező középen, nem tudott kellően alányúlni a labdának. Mirik Farkas, nem Pölöskei volt az, aki a gyepre került. Egyébként az előző lehetőséget nem mondtam volna, akkor Mirik Farkas sevestjé hagyta ki. Most váltanak a vendégek, 7-es számmal érkezik Vankó Imre, és 9-essel éppen az előbb említett Mirik Farkas sevestjén jön le
kiválóan teljesített Irik Farkas. Végig gólveszélyesen játszott. Közben Bruckner László még néhány szót váltott a pályán lévő játékossal is. Tehát Vankó Imre hetessel. Most már a gyepen. Vég. Uha, ebben nagyon belenézett. Margitics meg is szélül. Egyből megy is Szilasi. Úgy néz ki, hogy nincs komoly probléma. Azért kellemetlen, amikor így néhány méterről arcon találják az embert. Ha jól láttam, Kercsónak szólt egyébként oda Bruckner László, hogy őt fogja majd váltani. Legalábbis itt a mozdulatokból arra véltem következtetni, hogy ő lesz majd a következő csere. Polényi keresztbe Nagy Gáborhoz. 77. percben járunk, 0-2. Forgács. Polényi. Vég. Vég. Gábor kapja Babatitól a pardobást. Nem indult el Babati. Most ezt mindenképpen neki szánták. Polényi Babatinak mutatott, hogy induljon. A Vasicsku kérte táncra Vernest. Jár a szabadrugás, Babati állította le a labdát, ő küldi előre a többieket. Ott a 16-os vonalánál föl is sorakoznak szépen, majdnem egy vonalban. Babati, Vasicsku bólintott bele a labdába, aztán Margitics indul. Nem találták meg Vankót, robogott pedig a cserejátékos. Fújsz. Ez pedig Les. Balázs Zsolt melleltette maga elé, de már lesen állt, legalábbis ezt jelezte a túloldali asszisztens. 79. percben járunk, 0-2 továbbra is. Nagy Tamás végig még megmenti. Picit röviden tette hátra. Fújszhoz, el is hozzák a vendégek, Csizmadia jól teszi tovább, Margitics, Csizmadia még középre, ott viszont nincs piros mezes játékos, és egyből vágják előre. Vernesnek jó is ez a labda, Vasicsku vele szemben, érkezik Babati nagy lendülettel, Vernes testtel próbálták kiszorítani, aztán egy erős labda Balázs Zsoltnak, nem lehetett ezt átvenni. Hiába próbálta megszelidíteni Balázs Zsolt. Mehet tovább. Ez az ítélet, pontosabban nincs ítélet. Kercsó hevesen reklamál, a játékvezetőnél van is némi igazsága. Egy emelés Babati felé. Vasicsku pedig jól zárja el az utat. Úgyhogy Somogyinak nem volt nehéz dolga felszedni a labdát. Meg is köszönik egymásnak. Lassan-lassan a 80. perc végéhez közeledünk, 0-2 továbbra is. Az ETE Budaörsre látogat majd a következő fordulóban. A budafokiak pedig a Kisvárdát fogadják, tehát nem lesz egy könnyű mérkőzés sem. A következő
Fújsz vesztette el a labdát. Hát most már inkább csak az előny megtartására törekednek a budafokiak. 81. perc. Most már azért egyértelműen védekezésre fektetik komoly hangsúlyt. Csizmadia nézte, hogy közbe tud-e avatkozni. Vég, Gábor teszi ki Polényinek. Vég. Babati. Babati nem tud megfordulni, aztán nem tudta Polényinek visszatenni. Estében pedig elvágja Harsány, de túloldalra ott nincs játékos társ, és most lesz a csere. 88-assal Fekete Máté érkezik. Hármassal pedig Margiti Csölle. Tehát két gólszerzőjét cseréli le Bruckner László. Vannak kétségeim, mondom, Ürik Farkassal szemben. Én ugye elsőre, mint hogyha hármas számot viselő játékos láttam volna, aki bevetődik és az egerszegiek hálójába lövi a labdát, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Babati. Vankó mellett próbálja megtartani a labdát, le is fújja. Szilasi. Nagy Gábor húzódik följebb. Nem jól ért a labdához Kejsz, de jó helyre pattant a számára. Az indítás nem jó Vankónak. Polényi, Nagy Gábor. Egy bő 7 perc van még a rendes játékidőből. Valamit majd gondolom, hogy most már hosszabbítani fog Szilasi, hiszen volt ápolás is, illetve azért figyelmeztetni kellett még az alapvonali tartalékjátékosokat is, az alapvonal mögött melegítő tartalékjátékosokat is. Ezzel elment azért jó pár másodperc. Mondjuk sokat nem fog hozzátenni, abban biztos vagyok. Egy pardobás jár az alaegerszegieknek. Vég Csizmadia szorításában, messze pattan előle a labda, vagy tőle a labda. Dobhatnak a vendégek, nem fogják elsietni. Egyébként a csere természetes volt. Bruckner Lászlótól kiváló szakember, hát az meg nem kellett azért olyan óriási nagy taktikai húzás, hogy a két támadója helyére inkább védekező játékost hozzon a pályára. Egyébként az előző megindulás Feketétől itt a jobb oldalon, ez abszolút biztató volt. A budafokiak szempontjából ő teszi tovább, most igaz, hogy lesen álló játékoshoz tette a labdát Fekete Máté. És még cserélni is fog ezen a néhány percen belül Bruckner László, ebben is biztos vagyok. A Balázs teszi hátra Nagy Gáborhoz, fújsz, megint csak Nagy Gábor. Forgács. Harsányi, aztán Vankó, Vankó pedig ellép Forgács mellett. Hát ha elmegy a tanács szerint, amit kiabált neki Bruckner László az alapvonal felé, akkor lehet, hogy könnyebben odaér, és ketten voltak középen, akik kísérték a támadást. Polényi, őt még megtámadja Fekete. Igen, igen, komótosan labdázgatnak az egerszegiek. És most hívja Bruckner László
hol áll Óránt ott a kis padhoz. Jó a kényszerítő Babati. És még ki tudja ott kotorni, ha jól láttam, Vasicsku volt az. Így van. Ott Kercsó feküdt el ott a 11-es pont magasságában, görcsöt kapott, fekete közben. Vég Gábor pöccintette rá fekete a lábára a labdát. Kap egy lapot, ez pedig piros lesz. A hátsó zsebből veszik elő. Így van. Valamit szólt Fekete, hát mondjuk ez az alegerszegieken nem fog segíteni. Valami olyat mondott Fekete, én különben azt sem értettem, hogy miért kellett őt figyelmeztetni. Biztos, hogy történt valami. Tehát nem ok nélkül futott oda Szilasi Szabolcs hozzá az oldalvonal mellé. Teljesen felesleges lett volna, hogyha vagy szövegelés, vagy valami egyéb dolgot nem lát a játékvezető. Aztán ellépett mellette még Fekete, és biztos, hogy olyan dolgot mondott a játékvezetőnek, amiért egyből villant a piros. Kejsz emeli erőre, Nagy Gábor nem volt még kint, hátra tudta húzni. Kertész nem igazán jól ért hozzá, de megmenti ezt még Balázs Zsolt. Aztán róla került ki az oldalvonalon kívülre a labda. Akkor végül is mégsem tudta megmenteni. Most lesz az újabb csere, és a korábban beígért Kercsó jön majd le. Tehát akkor mégiscsak valós dolgot mutatott játékosának korábban Bruckner László. 21-essel pedig Kirják Henrik lesz majd a budafokiak harmadik cserejátékosa. Ebben a pillanatban pontosan 2 perc még a rendes játékidőből. 2 perc van még hátra a rendes játékidőből, talán így helyes. Komótosan elvégezték a vendégek a cserét, és most már el lehet végezni a pardobást is. Ott helyet csinált magának vendégjátékos, ezt fújta Szilasi, Nagy Tamás, aztán Polényi. Forgács ment föl, egy picit korábban ugrott föl. Ó, mekkora gól! Kertész! Mekkora pipát lőtt, egy pattanás után bevágja a jobb felsőbe a 89. perc végén. Hatalmas gólt lőtt, csak hát ezt mondjuk egy fél órával korábban teszi, akkor nagyobb sansza van az Etének a pont mentésre. A rendes játékidőből ebben a pillanatban még fél perc van hátra. Kertész most éppen előtte pattant el a labda. És kifelé a szabad rúgás. Nem igazán szeretnék már ezt elvégezni a vendégek. Szilasi Szabolcs nógatja. 3 perc lesz a hosszabbítás. Most már a levegőben a labda, Babati hátáról viszont az oldalvonalon kívülre kerül. Hát nem is nagyon akaródzik
előre menni a többieknek, Csiz Maria pedig hátra parancsolja Harsányit. Lefordítanám, mit mondott a játékos társának, Csiz Maria, soha többet nem kapnék mikrofont a kezembe. Babati, aztán Nagy Gábor iramodik előre, ott a felező vonaltól föléveli. Forgács bólintja középre. Ezt talán lehetett volna lőni, legalábbis én úgy gondolom, hogyha azt ellövi, ott én éreztem egy 10 másodpercet, amikor erre lett volna lehetőség. Hát hova akarják vinni az egerszegiek? Picit úgy érzem magam, mint hogyha rögbi meccsen lennék, és át kellene haladni a gólvonalon a labdával. Lőni kell, abból lesz a gól, ez már egy másik sportág. Nagy Gábor Pölöskeivel nagy harcban, befelé jár a szabad. Fölmegy, Szappanos is megkérdezte Zorán Spisiakot, hogy előre mehet-e. És mutatta Zalai mester, hogy menjen, ezen nem fog múlni. 1 perc 10 másodperc van még a hosszabbításból, hogyha nem tolja meg még valamelyest. Még mindig ott van. Ott a gól! Hát beverte Vernes! Ott ölelgetik, egy kupacban pontot ment a Zete. A hosszabbításban ez egy nagyon-nagyon látványos gól volt. Vernes félfordulatból bebombázza a lét alá. Hát megmenti talán az egyik pontot a Zete. Most már azért ebben remélem, hogy nagyot nem fogok tévedni, amikor azt mondom, hogy talán lehet 3 pontért rohamoznának az egerszegiek, 4-en spriccelnének a labda felé. Most indulnak, és indult a labda is. Hát a sírból, vagy lehet, hogy egy picit mélyebbről hozta vissza az Ete döntetlenre eddig. És ugye ember hátrányban játszik a Budafok, ott megint lesz egy lap. Most mindenkit küldenek előre, Szappanos már nem fog előre húzódni, hiszen legfeljebb eddig, hogy elvégezze a pontrúgást, de a kaput nem hagyhatja magára, hiszen most a nullából egy lett, pontokat tekintve. Lefújt a játékvezető, vitatkozott egy kicsit a kispaddal. Letelt különben a játékidő. Ott valami vitája volt a kispaddal Szilasi Szabolcsnak, még nem is Spisiak mesterrel, hanem talán úgy láttam, hogy Csató Sándortól kérdezett valamit. Most ott van egyébként az ETM mestere is. Aztán mivel valamire nem kapott választ, vagy valamit kért, és azt nem teljesítették a kispadnál. Ezért jobbnak látta lefújni Szilasi Szabolcs. Minden esetre egy pontot megmentett az ETE itt a hajrában. A 87. percben Kertész lőtt egy óriási bombát a jobb pipába. Aztán a 92. percben pedig Vernes egy látványos mozdulattal a léc alá, hasonló erővel. Egy újabb, azaz a második találatát is megszerezte a Zalaegerszegnek, ezzel 2-2-re.